Sziasztok! Simon Idol vagyok, és abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy kicsomagolhatunk egy vadonatúj Vacom Cintiq Pro 27-et. Látszik, hogy az eszköz az nem kicsi. Hát igazából nagyon sok helyen mondják, hogy ez a rajztáblák királya. Hát, hogyha a királyság az a doboz méretével kezdődik, akkor már megvan, előre odaítélhetjük neki a díjat. Fontos megjegyezni, hogy ez az összecsomagolt, a bundle verzió, amikor az állvány is hozzá van csomagolva. Lehet venni állvánnyal ebben a nagy dobozba, illetve állvány nélkül. De az megint nagyon fontos, hogy mindenképpen kell hozzá állvány. Ez egy hatalmas nagy 27-es rajztábla. Tehát állvány mindenképpen kell hozzá, nem muszáj megvenni hozzá a Vacom-féle állványt, a sima monitor állványokkal, az a 4 pontos monitor állványokkal, a Vizio állványokkal is működik, de nyilván valamiért van hozzá egy Vacom állvány, és szerintem ez a tesztből ki fog derülni, hogy milyen is igazából. Az unboxing legfontosabb eszköze, úgyhogy lássuk, ez egy valódi unboxing videó, már hogy tényleg be van csomagolva, tényleg rajta van a Cellux, és most látjuk először, hogy mi történik. Csomagoljuk ki! Hamarosan eltűnök a képből, azt hiszem. Ja, az első doboz volt maga a rajztábla. Ez egy sokkal nehezebb doboz. Tadá! Ez pedig maga az állvány. Wow! Szóval... Ja. Szóval, ez az állvány. Nem is tudom, melyik elkezdjük. Kezdjük az állvánnyal. Az az egyszerűbb része a történetnek. Wow, apró részletek. Tehát amikor mondtam, hogy mennyire nehéz, van egy ilyen kis füles emelő szatyor, hogy ki tud venni rendesen. Wow! Még mindig nagyon nehéz. Itt van maga az állvány. Minden ilyen nagyon szuper kis, nagyon-nagyon-nagyon finom, ilyen szövet be van csomagolva. Ezt már a korábbi, a nálam lévő 16 meg 16 Pro-nál is nagyon szerettem. Kíváncsi vagyok, szerintem még az adapternek is van egy ilyen kis saját. Egy ilyen kis saját izéje. És itt jön, ez a talpa és az maga az állvány. Nem szabad elfelejtenünk, hogy van benne egy ilyen középső doboz, itt még. Ebben vannak benne a csomagoló részek, amivel az állványt össze tudjuk majd rakni. Lássuk, mit rejt a másik doboz. Tehát, doboz 2, vagy az a második doboz. Ha az előző volt az állvány, akkor értelemszerűen ez lesz maga az eszköz. És... Egyre izgibb. Ennyi csomagolásban ez maga a rajztábla. Mondanom se kell, hogy ez a kis szuper, ez elképesztően jó minőségű, nagyon-nagyon puha ez a szövet, amibe bele van csomagolva.
maga az eszköz. Én majdnem 2 méter magas vagyok, tehát most képzeljétek el, hogy mindenki tudom, hogy tudja, hogy mekkora 27 incs, de azért úgy nehéz elképzelni. Ez a rajzfelület. És itt látjátok, hogy itt vannak a hátulján a funkciógombok és minden más, persze fordítva tartom. És itt vannak a rögzítési pontok, amivel lehet majd az állványra rögzíteni, illetve itt vannak a különböző csatlakozók, le vannak fedve. Ezt majd a tesztben részletesen bemutatom nektek, hogy... Na ez a legjobb rész. A kis rejtett sztori. Ide mutatom. Ugye mindenfajta kábelünk van hozzá, ami csak kell. Manuál. És hát a toll. A tollat azt majd külön végigvesszük, mert ez már a 3-as, a Propen 3-as, és egészen fantasztikus ilyen személyre szabási, testre szabási lehetőségei vannak. A toltat is lehet építgetni és mindenfajta dolgot csinálni vele. Hát a kábelekben nem maradnak. Egyébként nekem nyilván elég lesz az USB-C, ahogy én használom. A csatlakozó azt kell majd. Az aranyhörcsögünknek az akadálypálya részek. És hát ugye, lássuk, bejött-e a tip. Ó, igen. Adapter. Hát az adapternek az acsija az nem annyira szuper puha, mint a képernyőnek, de hát ez egy adapter, az meg egy képernyő. És azért ez tök menő, hogy van neki külön. Íme itt a tollunk, ez is hihetetlen módon be van csomagolva. Van egy ilyen kis puha cucca. És... Szép, nagyon-nagyon jó. Gyárilag úgy van konfigurálva, összerakva, hogy a 3 gombos setup van benne, de mindenki külön összeépítgetheti magának, ahogy akarja, mert hogy... És egyébként igazából, amikor én majdnem 400 képet csináltam más eszközökön, nagyon rövid idő alatt, és elég régóta foglalkozom azzal, hogy különböző képernyőre rajzolós eszközökkel hogyan lehet boldogulni, amikor először volt ilyen vakom a kezemben, még a Propen 2, akkor az rögtön átjött, hogy ez nagyon-nagyon más érzés. Ezek teljesen hihetetlenek, ezek a tollak, és fantasztikus. Talán igazából szerintem ez adja a vakom érzésnek a lényegét. És nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy ez a Propen 3 ez mit tud. Ez egy ilyen kis tolltartó, amit rá lehet tenni az oldalára az eszköznek, és akkor bele tudod rakni, és nem kell keresni, és akkor ott van. Illetve ebbe van, ha jól emlékszem, ebbe vannak elrejtve még különböző tollhegyek. Ez a kis belső tolltartó, ahogy majd ugye ez felmegy a tablet oldalára, ebbe vannak benne azok a kis cuccok, amik a tollhoz szolgálnak. Konkrétan ezekre gondolok. Jól bele van rakva. Szóval, 2 darab ilyen bővítő. Ha valaki azt gondolja, hogy ugye minden arról szól, hogy hogyan fogjuk az eszközt, és mit szeretnénk, és milyen érzésünk van. Ha ezt túl vékonynak találjuk, akkor ezeket a kis vastagítókat rá lehet tenni. Van, aminek ilyen kicsit ilyen csapott a vége, van, aminek teljesen ilyen. Mindegyiknek megvan a gomboknak a helye, tehát lehet továbbra is a gombokat alakítani. És akkor most már nézzük végig, hogy ezekben is mi van, de ezekben szerintem hegyek vannak. Á, természetesen nem. Itt van az, hogyha valaki máshogy szeretné a gombokat használni, vastagítóval, stb. És a dolog lényege a súly. Ugyanis az történik, hogy ki lehet súlyozni a tollat, szét tudod csavarni,
És ha ezt belerakod, akkor attól függően, hogy azt szeretnéd, hogy a vége legyen a tollnak nehezebb, vagy az eleje legyen a tollnak nehezebb, vagy inkább középen legyen a súlypont, úgy lehet vele játszani, úgy lehet beállítani az egészet. Összecsavarod, és így most a vége a nehezebb, tehát ilyen, hogyha szétcsavarod, akkor pedig tök jó súlya van, tehát eleve érződik rajta, hogy van benne anyag. Picit nehezebb szerintem, mint egy Apple Pencil. És hát egyértelműen jobb nincs a... Ezeknek a nagyon-nagyon finom hegyeknek köszönhetően nincs az a rész, hogy mintha műanyagdal karcolnád az üveget. Most például középen van kiegyensúlyozva. És ha ember akarja, akkor rápakolhatja ezeket a kis izéket. Ezeket majd a tesztben megnézzük. Úgyhogy nagyjából ez volt az unboxing. Minden szétpakoltam magam körül, amit csak lehet, mert kimenni is nehéz innen. Borzasztóan kíváncsi vagyok rá, hogy mit fog tudni az eszköz. És innen folytatjuk, amikor majd teszteljük ezt a kedves szörnyeteget. Folytatjuk, sziasztok!